77 vers, 74 próza, 36 vers megzenésítés és 5 lírai színpad. Ez az idei Tompa Mihály verseny számokban. A versenyzőket a szakma 22 jeles felvidéki és magyarországi képviselője zsűrizte. A döntő programját számos kísérő rendezvény, frenetikus padlás előadás, kézműves foglalkozások, meseelőadás színesítette. A résztvevőket a szlovákiai magyar televíziósok videózenetekkel biztatták. Czulka Ottó és Jókai Ágnes Kispéntek Józsefre emlékezett. A rendezvény nemrég elhunyt ikonikus alakjának a kedvenc verseit is megidézték. Szent dalcsengését, majd a szent csendet. Az embernek szórni a gyöngyöt. Idézte a megnyitón Kárpáti Tibor művét Bárdos Ágnes. A rendezvénynek ez a szerepe és a küldetése, mondta, amivel nem lehet nem egyetérteni. Erről tanúskodott a nézőtér is, amely sokszor zsúfolásig megtelt. Én úgy emlékeztem, hogy hát ilyen félházak voltak, meg simán tudtunk helyet találni a megnyitó ünnepségeken, most pedig nehéz volt helyet találni, és ennek nagyon örültem. A második dolog, amit észrevettem, hogy azt az ünneplést, amit itt csináltak az emberek a megnyitón, az példátlan volt régen. Tehát kijött a Csenger Feri a színpadra, azt mondta, hogy jó estét kívánok, mindenkit szeretettel üdvözlök a Tompa Mihály Országos Vers és Prózamondó Verseny X. évadán, és egy hatalmas ováció. Ez nagyon meglepett. A tükörből ekkor álom törpe, aki a holdról álmot vigyázni költözött le, ő lép be a kis szobába, és gömbölyű arccal vigyorog bele a rendetlenségbe. A Tompa Mihály versenyen idén 311-en vettek részt. A rendezvénynek az idei volt a 28. évfolyama. A rimaszombati színpad deszkái az országban sokaknak ismerősek, és sokak életútját befolyásolták. Van például Mikó Attila, aki azóta a gyerekeket hozza a versenyre rendszeresen, és akkor még mesemondóként, meg prózamondóként szerepelt egész kisgyerekkorában. Vagy például a mai zsűri tagok jó része, tehát hogyha azok, akik ma például itt vannak, vagy az idei versenyen itt vannak, Tóth Károly, Czulka Ottó, Jókai Ági, akik mind részt vettek a versenyen versenyzőként, és most meg színművészek és zsűritagok. Ami a szövegeket illeti, idén legtöbben magyar szerzőművét hozták. Volt például Kassák Lajos, Nemes Nagy Ágnes és Kosztolányi Dezső is. Akarsz játszani boldog szeretőt, színleli sírást, cifra temetőt? Akarsz-e élni? Élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vált. A klasszikus és a kortárs, a szívszorító és a humoros egyaránt jellemző volt. Többen választottak Lázár Ervin, Pilinszky János, Dragomán György, Lackfi János és Szász Pál szöveget, de a világirodalom remekeit, például Villont, Csehovot és Anuit is megidézték. És ezért én még nem vagyok rossz lány. És nem kell két órán át együtt sírnom veled, hogy megvigasztalodj. Jaj, szegény bogárkám. Soha az életben nem fogod tudni. El sem tudod képzelni, milyen könnyű az élet. Nélkül. A szövegválasztáson és a szövegelemzésen nagyon sok múlik. Aki személyes élményekből építkezik, az egyéni értelmezést is tud adni a szövegnek. Kovács Botondnál teli találat volt a Vesztergom Andrea vers. Miről szól? Hát arról, hogy van egy kis testvérem, hogy a gólya elhozta, és akkor, hogy és mindenki ráfigyel, érem senki, azt akkor így... Utána így arra gondolok, hogy vajon anya mit is szólna, most idézem, hogy vajon anya mit is szólna, ha holnap megkérdezném, hogy vigye vissza őt a gólya, nem pontosan így van, csak de úgy jobban tudom, hogy teljesen előről a végéig. Hát erről szól úgy nagyjából, és tényleg nemrég született ugye egy kis testvérem. A többfordulós versenyben egyébként összesen 7 kategóriában indulhatnak a résztvevők. A hagyományos, korosztályokra bontott vers és próza mellé a szervezők idővel az énekelt versek, majd a lírai színpadok kategóriát is besorolták.
ez utóbbiban a kassai KGST idén adi összeállítással indult. Az én világom irdatlan, sötét. Szerettem volna valahogy közelebb hozni a gyerekekhez az adi verseket, és nem kimondottan az ismerteket. Hát próbáltam elkerülni azt, hogy ismert versek belekerüljenek. Persze nem tudtam eltekinteni néhánytól, mert úgy éreztem, hogy annak ott a helye. És igyekeztem ilyen szituációkba hozni a verseket, illetve szituációkban eljátszatni, hogy magukénak érezhessék ők is valamilyen szinten ezeket a szövegeket. Üzenem! Vedd magadra a türelem rozsdás bilincsét, s ha talán rossz a zár, bármi megigazíthatom. Azért is volt különleges, mert nagyon sokféle szerepben, mégis szerepben kellett helytállni, mert Adi többféle arcát kellett igazából megjeleníteni. És a legnehezebb jelenet az talán az a jelenet volt, amikor a nők körbefogtak, és Miriam csókja ellen küzdöttem, és aztán ledöltem, leestem a földre. A breska, menjünk a breska, hoppa, menjünk. Hallod, hogy drámajátékok egyébként nem csak a lírai színpadokban, de a szabadidős elfoglaltságban is megjelentek. A kultúrház előtti tér és a szökőkút hepehupái sok mindennek voltak már tanúi. Többek között örömzenélés, villámcsődület, most pedig rögtönzések helyszínévé váltak. Ez alatt a megzenésített versek előadóit a zsűri értékelte. A zenével tuningolt versek rendkívül közkedveltek. A gitárzenével aláfestett irodalmi műveken a versenyzők többsége már régen túljutott. Sokszor több hangszeres, több szólamú zenei műveket komponálnak a közönség nagy örömére. Miközben vészjósló statisztikák vallanak arról, hogy gond van a fiatalok szövegértésével, biztató jelenség, hogy Szlovákiában a szavalóverseny tömegeket mozgat. Ami üröm az örömben, az a pénzhiány. Elég szomorú helyzet, hogy csökkentett költségvetéssel vagyunk kénytelenek dolgozni egy olyan rendezvény szervezésénél, amely nem a könnyű szórakoztató műfajok közé tartozik. A Tompa Mihály országos verseny azon rendezvények egyike, azon kevés rendezvények egyike, talán ezt is mondhatom, amelyek kultúrát, komoly kultúrát közvetítenek, és nem csak a közeljövő számára, merem állítani, hogy a jövő nemzedék számára is, hisz ezek a gyerekek, akik itt versenyeznek, akik a szavaló versenyen nőnek fel, közülünk nagyon-nagyon sokan a kultúra, az értékes kultúra képviselőivé és tolmácsolóivá válnak a jövőben. Aki képes leküzdeni a lámpalázat, a félelmet, az magabiztosabbá válik nem csak az előadásaiban, de az élet más területein is. A szépségre fogékony lélek pedig a Tompa Mihály országos versenyen mindig jól lakhat.